Hamarosan indul a fesztivál szezon, újra Ceglédre hívta hát a szervezőket, művelődési házak képviselőit a Kossuth Művelődési Központ. Tették ezt negyedik alkalommal. Ez gyakorlatilag belső indítatásból indult, annak idején itt a régióra kivetítve, katasztrófavédelmi igazgatósággal együtt találtuk ezt ki, nekik is volt akkoriban egy ilyen feladatuk, a tájékoztatás, törvénymódosítás, nekünk meg jó volt összeszedni a fesztivál szezon előtt, hogy mik a kötelező dolgaink, hogyan változtak a jogszabályok, megvizsgáltuk a hatóság oldaláról, és tettünk hozzá még szakmai partnerek előadását, és ez minden évben egy-egy szakmai előadással bővült, hol a rendezvényzöldítésről beszéltünk, hol a protokoll feladatokról, hol magáról a szervezésről. Idén pedig a vidéki fesztiválok kerültek a fókuszba. Több más mellett hallhattak előadást a résztvevők a rendezvényekkel kapcsolatos eljárásjogi kérdésekről, a szerzői jogról, a rendezvények és fesztiválok biztonságos szervezéséről és felépítéséről, arról, hogyan látja a sajtó a vidéki fesztiválokat, de még arról is, mi történik a backstage-ben. Olyan szakembereket hívott Ceglédre a Művelődési Központ, akiknek hosszú ideje és nagy rálátása van a fesztiválokkal kapcsolatos fontos kérdésekre. A vidéki fesztiválokra is, amelyek útja, jövője még talán kérdés. Nagyon összeszűkül. Tehát most az, ami látszik, hogy nagyon egyre kevesebb települést tudja megtenni azt, hogy fesztivált szervezzen. Prózai okai vannak, költségvetés és finanszírozási problémák, és egyre jobban fognak központosulni azok a helyek, nagyobb városok, megyeközpontok, ahol tudja vállalni a település ezeknek a lebonyolítását, illetve ami látszik, hogy egyre több fizetős fesztivál lesz. A ceglédi intézmény természetesen nem csak házigazdája volt az eseménynek, bemutatták a város rendezvényeit, eseményeit is. Így hallhattak a résztvevők az Utcazene Fesztiválról, a Laska Fesztiválról, a Kossuth Toborzó ünnepéről, a Városnapokról, a Pöttyös Gyereknapról és még sok másról. És azt is láthatták, milyen, sokszor rendhagyó ajándéktárgyakkal várják nem csak az idelátogatókat, de a ceglédieket is.